Ma Szabó István padlás terén járunk. Üdvözlök mindenkit itt Tiszaújáson. Miből készülnek a te makettjeid? Ezek a makettek teljesen újrahasznosított anyagokból készülnek, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell megvenni semmit hozzá szinte. Karton, alumínium, nem ezek, tévéalkatrészek, műanyag hulladékok, szívószálak, ilyesmik. Tehát nagyon széles a skála. Hány darab maketted van? Körülbelül 60 körül tartok most. Ez az első, ez nagyon régi. Ez már csak egy töredékes maradvány annak, ami valamikor létezett. Habszivasból készült, ez az 1000 éves sólyom makettje volt. 80-as évek végén talán valamikor akkor készült. Hát itt látható a mostani változat. Fiktív az egész, mert ezek nem léteznek a valóságban, de mérnökök meg művészek úgy alkották meg ezeket a képeket, mint hogy a tényleg létező járművekről lenne szó. És itt látható a köztársasági csillagromboló. A harmadik epizódban lehetett látni a Szitek bosszújában. 1 méter 10 centi hosszú lett. Ez fülpiszkálónak a vége? Igen. Ugye? A fültisztító pálckának a csöve. Csak ugye lekopott a festék róla. És meg ugye törékeny, minél vékonyabb, annál törékenyebb. És hát ugye az ágyúi különböző csövekből kellett összerakni. TV antenna csövekből vannak az ágyúi. Ezek technokoragasztónak a kupakjai. Ezek meg ugye fültisztító pálcikának a darabjai. Hát ugye sok mindent fel lehet használni. Van, aki megismeri. Tehát akik nagyon figyelnek, azok a festés alatt is kiszúrják, hogy mik lehettek valamikor azok az alkatrészek, mint most te is. Ezek azok az alkatrészek, amik hát a szerelvényezéshez lehet használni. Ezek szétbontott tévék meg a számítógépeknek a belső része, nyomtatott áramkörök, diódák, ilyesmik. Hát így már nem érnek semmit, mert ezek ugye veszélyes hulladékok, ezeket kidobálják általában az emberek, teljesen megfelelnek, hogy a szerelvényezéshez annak a illúzióját keltsük, mint hogyha ennek ez valamiféle fontos alkatrész lenne annak az űrhajónak, amelyekhez felhasználjuk őket. Ebben ugye sok minden van, nagyrészt fából épültek a lábai. A talpait műanyag virágcserepekből raktam össze, mert ugye azok a formák, amikre szükség volt. Filmhez használt lépeket, ők egy kicsivel kisebbek voltak, mint ez, amikor a trükkfelvételeket csinálták, de voltak nagyobbak is a közeli felvételeknél. Hány kiló? Ez olyan 15-18. Tehát van súlya. Ez egy 15 centi átmérői földgömb volt, ez műanyag gömb. Hát gömböt nehéz csinálni, tehát kihozni valamiből. És akkor rögtön bekattant, hogy van egy olyan űrhajó, mondom, aminek ami is gömb lesz a pilótafülük, akkor ez lesz a pilóta fülkéje, ennek a szintbeszivágónak az a neve, és ez a földgömb nincs meg, akkor valószínűleg ez a hajó nem készült volna el. Tehát azért jó, ha már van egy kész alkatrész, mert sok minden meg lehet csinálni, de például gömböt nem. Hát itt látható a halálcsillag mögöttünk, az meg egy diszkógömb volt. Én nem járok diszkóba, de adtak egyet használtan, és akkor abból sikerült megcsinálni itt a halálcsillagot. Homokuszónak hívják, a Csillagok háborúja első epizódjából látható, illetve a negyedik részben az Új reménybe. És hát ez azért tetszett meg, mert kicsinek tűnik, de igazából hatalmas a filmen, mert egy toronyház méretű járműről van szó. És ahogy a sivatagot használták a dzsamák, és ennek a belső terét is megépítettem, hát ez az a jármű, ahol a droidokat megveszik ugye a főhőseink. Ez eddig a legnagyobb makett, amit építettem. Az úgy a kérdés, hogy hol szerepel ez a Star Wars színekben, hát igazából sehol. Ez egy saját tervezésű csillagromboló, amit nagyon magam építettem. Egy kicsit hasonlít a Star Wars cirkálók vagy űrhajóknak a formavilágához, de teljesen saját találmány. Itt látszik, hogy nagyjából miből épülnek fel ezek a makettek. Itt látható, hogy ugye a farostemezt, műanyaglemezt használtam. Hát itt látható ugye a hajtóműblokk. Ezek púrhabos dobozóból készültek el. Reméljük, hogy ebben az évben elkészül. Le lesz majd szépen festve és világítás is lesz benne. Legtöbbet Pesten szoktam kiállítani a fővárosban. Hogyha van egy ilyen helyszín, ami már biztos, és akkor el tudok jutni, akkor a Facebookon szoktam egy kis reklámot ennek csinálni, teszek fel pár képet, akit érdekel, és akkor ezt utána meg lehet majd ott tekinteni. Egyébként itt nálam Tiszaőrsön, hogyha éppen itt kiállított állapotban vannak, akkor bármikor meg lehet tekinteni.